Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem egy olyan csodálatos művésznő, akit azt gondolom, hogy egy ország a szívébe zárt a színházakból, a televízióból, a filmekből, Kossuth Díjas, a Halhatatlanok Társulatának tagja, Újpest és Angyalföld díszpolgára, és egyébként az utóbbi évtizedekben pedig hatalmas internet sztár. De gondolom, hogy kitalálták, hogy a vendégem Pásztor Erzsi. Ez túlzás volt, amiket itt volt. De hát ez igaz, ez mind veled történt. De az internet sztár az mit jelent? Hát azt jelenti, hogy a közösségi oldalakban, illetve a videó csatornákon hihetetlen sok videó van rólad. Ja, mert Janka. Illetve Janka néniről, igen. Úgyhogy majd az adás után meg is mutatom neked rendben, mert hogy képzeljék el, hogy nincs internet a művésznőnek. Tudja, a közönség, aki engem szeret, az tudja, hogy nincs, mert ezt már százszor elmondtam. És most már ott tartunk, hogy a lányom szokta mondani, hogy mami, most már intézkedj, valamit csinálj, mert engem keresnek. Ugye? Vagy kell egy ügynök, aki... De hát ő csak viccből mondja ezt, mert szívesen csinálja, hogyha őt megkeresik, és kérdeznek valamit. Azt szeretném kérdezni először is, mi a titok? Mondd el nekem, áruld el, hogy mi a titok az, hogy így elárulhatom 86 évesen, hihetetlen energikus vagy, életigenlő vagy, pozitív vagy, és ahova bemész, ott szinte kisüt a nap. Mi a titok? Hát a titok nincs, ugye? Természetesen nincs titok. Ilyen a természetem. És ha visszagondolok, hát amennyire vissza tudok emlékezni, nagyon-nagyon undok gyerek voltam. Az anyukám legalábbis örökké azért mosolyog, Erzsike. Mosolyog, köszönj szépen, Erzsike. És az anyukám volt az, aki mindig... Ha megszorítom a kezed az utcán, azonnal köszönj egy nagy csókolomat. De nem, akkor úgy utálom ezt a nőt. Miért ismered, Erzsike? Ismered, pici korom óta. Belém plántált az anyám, akinek fodrászüzlete volt itt Újpesten, és azt mondta, hogy mi abból élünk, hogy az emberek bejönnek hozzánk, és nem lehet undoknak lenni. És úgy emlékszem rá, hogy aztán mennyiszer mondtam ezt én a gyerekemnek. Aki ha fölvette a telefont, akkor tessék! Igen. És mondom, Menike, hát nem lehet, tehát így nem lehet beleszólni. Engem munkába hívnak, hát rögtön lecsapják a túloldalon a telefont. Hogyha utálatos és vagy. És aztán a mai napig elmondják az ismerőseim, akik beszélnek a gyerekemmel, hogy te, hát a te lányod csicsereg a telefon, az olyan... A vérévé vált. Aha, meg volt otthon egy kép, amit látott és amit tanult. Hát nyilvánvaló, hogy azért ez ragadnak a dolgok. És mindig azt kérdezik tőlem, hogy mi a titkom, hogy annyit sportolok, vagy... Igen, nem, az évadnyitón is felsprinteltél, és lesprinteltél. Igen, én lusta vagyok, nem sportolok, nem csinálok. Hát a dolgomat elvégzem persze. Azt csinálom, most meg már pláne azt csinálom, ami kedvemre való. Színházi szerepeket is úgy válaszol, a forgatásokat nem, is? Nem, csak például a szinkront most abba hagytam. Mm. Nagyon szerettem, nagyon sokáig csináltam, remek munka volt, imádtam csinálni. Megváltozott a ritmus, elmondtam már talán, nem újdonság, hogy régen szemben volt velem ugye a Vácon, amire beszéltem, és egy papír volt a kezemben, amiről olvastam a szöveget. Most itt van a kamer, vagy megy a film, itt van egy monitor, amin megy az én szövegem. Na most ezt a fajta... Ezért aerobikot? Nem, kérem. Igen. Nem szeretem csinálni. Egyébként arról is nagyon híres vagy, hogy nagyon tudsz üzenni, hogyha valakinek szeretnél valamit eljuttatni. Jó, nem mondj és ezt nagyon ügyesen csinálod. Csak vannak dolgok, amik bántanak, és akkor ezt szokták mondani, ugye volt egy olyan például, csak egyet mondok, ugye, hogy valaki, egy fiatal kis színésznő, aki egy sorozatban játszott, és az utcán megismerték. Vagy mindegy, a lényeg az, hogy egyszer olvastam tőle, nyilatkozott, hogy őt rettenetesen zavarja. És akkor én egy alkalommal... Hogy megismerik? Riport kapcsán azt mondtam, hogy a szövőgyárban viszont a gépek mögött, mert ajánlanám akkor ezt a szakmát, ugyanis ott annyira el lehet bujkálni, hogy soha senki nem veszi észre. Tudnélik, a mi pályánk a
hogy láthatóak vagyunk. Igen. Hogy megmutatjuk magunkat nem csak kívülről, hanem belülről is, mert ez a lényeg. És ha megismernek, akkor hálát kell adnunk, mert elmondtam egyszer egy történetet, most elismétlem, hát ha tanulnak belőle a fiatal művészek, ha eljut hozzájuk a hír. Egy roppant édes, kedves kolléganőm volt, Kós Olga. Már nem volt olyan fiatal, amikor én Olaszországba jártam, mert a lányom kint élt. És a milánói repülőgépen találkoztunk, nagyon örültünk egymásnak. Az Olga egy kulturált, intelligens, jó humorú, remek színésznő volt. Világéletében vidéken dolgozott. És amikor felszálltam, ugye én már forgattam a Szomszédok, abban az időben ment a Szomszédok, és a stewardess rögtön odajött, mindjárt megkértem, hogy szeretnénk egymás mellé ülni, lenne rá mód, mindjárt megcsinálták, együtt ültünk, mert nem odaszólt a jegyünk. És az utazók közönség közül egy sokan odajöttek, hogy művésznő dolgozni megy, vagy rokon. És amikor már jó repültünk, már majdnem ott voltunk, akkor az Olga egyszer csak azt mondja nekem, hogy tudod, egy életen át dolgoztam a színházban, és ez volt minden vágyam, hogy egyetlen egyszer megállítsanak az utcán, jaj, és valaki azt mondja nekem, hogy művésznő, láttam a... Te összeszorult a torkom, majdnem elsírtam magam, mert nagyon szerettem őt, és egy pillanat alatt átéreztem azt, hogy... Szerencsés vagy? Én észre se veszem azt, hogy nekem odajönnek, jól esik. Aha, én szerettem. De. Hogy szerencsés vagy, aha. De... Más nem tud. Na de az is számít, tudod, nem akarom elkiabálni, hogy meg... De soha kellemetlenséget nem okoztak nekem. Uh-huh. Soha nem mondtak gorombaságot vagy durvaság, és nem valószínű, hogy ennek a kis... hölgyikének mondtak, hanem csak megismerték, és ez őt zavarta. Hát ezt meg kell szokni, ha valakit zavar, akkor próbáljon hozzászokni. Sok minden van, amit nem szeretünk, de megcsináljuk. Együtt dolgozunk olyan emberekkel, akiket nem szeretünk, nem tudjuk miért, mert ez gyerekkoromból emlékszem rá, amikor az anyukámnak mondtam, úgy utálom ezt a nőt, miért, Erzsike, ismered? Nem. És amikor együtt öltöztem valakivel, akkor jöttem rá, hogy te jó Isten, ennek pont olyan bajai vannak, mint nekem, ugyanaz a gondja, ugyanaz, és már nem utáltam. Már nem. Nem utáltam, senkit nem utáltam, de volt, aki nem volt szimpatikus. Szimpatikus. De ha összekerülsz valakivel, és be vagy zárva egy öltözőben, mondjuk egy darabnál, együtt dolgoztok. Akkor csak beszélgetsz vele. Akkor beszélgetsz, és ott felszínre kerülnek dolgok, még akkor is, ha neked nem szimpatikus. És kiderül. És aztán egyszer csak valahol... közös nevezőn vagyunk. Hát ennek is megvan a maga. Ugye? De te az a ritka színésznő vagy, aki ugye olyan dolgokban is kiáll, például kollégák, kolléganők mellett, hogy mondjuk díjat kapjon, vagy reklámot adsz neki, vagy segítesz neki, vagy kiársz nekik dolgokat. Mert őrületesen nagy az igazságérzet bennem, és rettenetesen fáj az, amikor igazságtalanul mellőznek valakit. Márpedig, ami és tudom, hogy te hangot is adsz neki, és ha kell, ki is taposod. Ez a minimum, ha legfeljebb nem történik semmi, mert hát nem történik semmi, de volt már rá példa, hogy valaki, igen, valaki kapott az én közbenjárásomra díjat, nem én miattam, hanem mert mellém álltak még sokan olyanok, akik számítanak, mert én nem számítok. De voltak olyanok, akik igen. És ha azok is megtámogatják, akkor igenis el lehet érni. Mert a díjakat nem úgy, tudod, mikor először egy nagyobb díjat kaptam, az az érdemes művész volt, és akkor azt kérdezték tőlem egy ilyen interjúban, a televízióban, hogy mit éreztem, hogy korán kaptam, későn? Azt mondtam, későn. És megtökkent a riport, hogy? Hát mondom, azért, mert szerintem már, amikor a Veri az ördögöt eljátszottam, már akkor kellett volna nekem kapni. Őszinte voltál. Igen. Ő kérdezett. Na, de én így éreztem azt, hogy igen, mert mások már hol voltak attól. És én ezt az érdemes művészt is úgy kaptam meg, hogy már vendégszerepeltem Szegeden, ahol Székhelyi József volt az igazgató, és mi nagyon jó barátok voltunk, és Józsi megfogadta, hogy
Amíg ő ott direktor, addig én minden évben egy szerepet eljátszom, mint vendég. És ezt be is tartotta. És egyszer azt mondta nekem, hogy anyukám most már itt, hát már 70 éves voltam. És azt mondta, hát most már ez gyalázat, hogy neked egy Jászai díjad van, slusszfasz. Balázs Bélám is volt, igen. Azt mondta, fölterjesztett, kihúztak, rögtön elutasítottak. És akkor Józsi azt mondta, na most figyelj, én ha térdig lejárom a lábamat, de egyenként megkeresek mindenkit, hogy te megkapd. És a következő évben megkaptam. Már megkaptad. De 70 éves voltam, amikor mások... Már 30 valahány, már Kossuth díjakat kaptak. De nem volt, én akkor örültem neki. Hát amikor a Kossuth díjat bemondták a telefonba, olyan sírógörcsöt kaptam, hogy a hölgy, aki telefonált nekem, azt nem tudott szóval, hogy miért? Azt hiszem, hogy megbántott, vagy miért? De egyébként az Veri az ördög a feleségéről olvastam, hogy nagyon sok kritikus szerint, illetve ugye az járja, hogy az egyik legjobb színésznői alakítás a magyar szakmában. Volt. Igen, de hogy a színházi szakmában is, illetve színészi szakmában is úgy tartják, hogy a te alakítás volt. A te alakításod volt az egyik minden idők legjobb női alakítása. Hát azt nem mondom, hogy a minden idők, mert egy jó film volt. Ez aha. Az igazság. Ma is aktuális, mert ahányszor vetítik, a magyarságunk, a mentalitásunk tiszta erőből benne van. Ugye, amikor a búcsúban ott van az énekesnek, meg a szűzanyának a képe együtt, és ez összefér, mert mi ilyenek vagyunk. Úgyhogy azt is ugye utána jártam egy kicsit, hogy ugye milyen szerepeket játszottál, és elkezdtem megjegyezni a dráma és a vigyátéki szerepeidet. Aztán olyan sok lett belőle a jelentős szerepekből, hogy mondtam, hogy ezt, elég. Hogy én elkezdjem felsorolni, és azt láttam, hogy mind a drámai szerepekből, mind a vigyátéki szerepekből azért valahogy egyenlően kaptál. Tehát hogy drámai színésznőként és vigyátéki színésznőként hát is azért... nem kaptam szerepet. Az az igazság, hogy voltak évek. Amikor semmit nem csináltam. Főztem, óvodába mentem a gyerekért, vittem, hoztam, vendégeskedtünk, a férjem hozta a haverokat, mert jól főztem, és fogadtam a vendégeket, és jártam a férjem premierjeire. De ezek iszonyú keserű évek voltak. De világéletemben mindig arra szóval arra készültem magamban, hogy nekem készenlétben kell állni. Tehát soha nem hagytam el magam, hanem azt mondtam, amikor jön az a lehetőség, akkor én ott leszek. És akkor berobbant és az idő akkor után. Ott vagyok. Aha. És ez mindig úgy is volt, hogy tulajdonképpen hazudnék, ha ezt letagadnám, hogy amikor játszottam egy ilyen nagyobb szerepet, az mindig ovációval fogadták. Aztán megint egy évig, vagy kettőig semmi nem történt. Aha. Aztán megint kaptam egy ilyet. Az mondjuk egy teljesen más szerep, ez megint bejött. Na de ez nem azt jelentette, mint másnak, hogy észre se veszed, végigjátszotta az életét. Nem, én nem. Pedig most már úgy mennyiségű szerep van rengeteget. És az igazság az, hogy amikor vidéken voltam, ugye hát szinte nincs egy-két olyan színház van, ahol nem voltam, mert az összes vidéki színházat végigjártam, de... Hát az utazások is, ha most belegondolok, hogy te jó Isten, mennyit utaztam. Hát mennyi kilométer hát van mögötte. Hát van egy olyan kitüntetésem is, a Turajéda színházból kaptam, hogy az utak nem királynője, de majdnem az. Szóval egy ilyen. Mert hogy annyit mentem. December 23-án még Gyulán játszottunk. Aha. És úgy emlékszem, hogy a buszban jöttünk haza, Tóth Enikővel ültem együtt. És mondtam, hogy ez rettenetes, ez valami borzalom, de nagyokat rögtünk tulajdonképpen. Magatokon? Igen, hogy de olyan fárasztó volt, olyan borzalom, és most, mikor fölelevenítjük, összejárunk jó barátnőm, az Enikő, hogy emlékszel, mikor ott zögykölöttünk? És akkor igen. Ezek elmúlnak, és az ember csak én legalábbis nem szeretek a rosszra emlékezni. Csak a jóra. Hanem igen, ami nekem öröm volt, és az öröm, a játék mindig öröm volt.
Tudod, hogy mit figyeltem meg? Hogy amikor ebben a műsorban fölhívok mondjuk Kossuth Díjas művészeket, vagy az előadó művészet különböző sztárjait, akkor mindig a nagy legendák, akik mögött több évtized van, és egy ország rajongértük és szeretik, tisztelik, azok egyből kinyitják a naptárat, megadják az időpontot, és eljönnek, míg mondjuk azokkal, akik csak egy pár éve vannak, sokkal-sokkal nehezebb a dolgom. Mondd meg nekem, hogy miért van ez bennetek, hogy egy kisebb televíziótól és egy kisebb újságtól felhívnak, azonnal rendelkezésre álltok, és azonnal... Ezt nem tudom megmagyarázni, nekem ilyen a természetem. Aha. Én így gondolom ezt, hogy olyan sokszor mondtam már azt, hogy most nem akarom megnevezni a televíziót, de a köztévébe. Ugye? Szeretek. Ingyen megyünk. Igen. Mindenhova ingyen megyünk. Igen. Na most nem erre a beszélgetésre gondolok, hanem ott vannak olyan műsorok, amikor komoly, nagy... Igen, több órás felvételek. Miért nem fizetnek? A celebeknek fizetnek. Ez a celebvilág, ami ide beköltözött, ez olyan módon nem a celebek maguk, hanem akik ezt generálják, azok teljesen leírták a színészeket. Teljesen. Az nem számít. Az utcáról bekerült, amikor megkérdezik tőlem, hogy mit gondolok, hogy a szomszédoknak miért olyan nagy a keletje még a mai napig, akkor mindig azt mondom, hogy azért, mert igazi színészek játszották, és nem a járókelők, mint ma. Igen. A ma a sorozatokat a járókelők adják elő többnyire. Igen. Vannak benne színészek is, mert most már azért rájöttek, hogy nem árt, ha van benne egy-két színész. De teljes mértékben keverednek, mert az egy fontos dolog, az nekik nagyon fontos dolog. Semmi bajom velük, csak... Megváltozott a világ? Tudod, azt szoktam, hogy lejáratják ezzel a szakmánkat, lejáratták. Mert amikor a televízió azt hirdeti, hogy jelentkez főszereplőnek, a nem tudom én, ez nem ilyen, ez egy olyan hivatás, amihez nagyon sok minden kell. Igen. Nagyon sok minden. Nem lehet, nem jele, és akkor mindig a Schubert Évát szoktam példának hozni, aki nagyon jó barátnőm volt, hogy amikor a szomszédokban Schubert Éva megjelent az ő nagy kalapjában, akkor még meg se szólalt, de te már mint néző tudtad, hogy ide bejött valaki. Aki, igen. Ez egy valaki. Igen. Mert hozta magával a levegő, most a képességeiről, meg hát a nagyszerűségéről nem is beszélek. Meg az, hogy mennyire kultúrált volt, és vagyok, mennyire intelligens. Látod, ha róluk beszéltem. Nem olyan, nem most, de egy-két évvel ezelőtt körülbelül csinált velem a televízió, amiről beszélünk. Egy olyan, hogy volt műsort, ahol beszélhettem azokról a... Most a héten volt a Puszti Péter, beszélt a kollégáiról, akik csodák voltak. És nekem is volt egy olyan műsorom, hogy beszélhettem azokról, akiket én nagyra tartottam. És hát az csodálatos volt. És olyan sokan megkerestek, mert az nem igaz, hogy az emberek arra kíváncsiak a celebekre, amit ott... Azt kapják. Igen. Mert arra hivatkoznak, hogy azért vannak ott a celebek, mert őket akarják. Nem. Nekem olyan sokan jelezték azt, hogy milyen csodálatos volt, hogy a Pécsi Sándorról beszéltem, a Sulyok Máriáról, az Ente Ferikéről. Szóval, igen. Ugye, ezek, ez nem igaz. Ez nem igaz, ezt ráfogják. Ezt onnan tudom, hogy nem igaz, ugyanis a legutóbbi előadáson, amikor bejöttél, a Medve Nem Játékban megállt a színpad, és két percig csak tapsoltak az emberek. Na de az engem is meghökkentett, szóval hogy azért az... Kíváncsiak rád, és szeretnek. Na de az, tudod, hogy az a szövegem ott, hogy 60 éve állok a színpadon. Mellesleg 64 éve állok a színpadon, de a szöveg szerint, igen. És akkor kitört egy olyat, hogy én is, hát alig tudom ilyenkor a sírást visszatartani, mert azért ez, igen, fantasztikus, és nem hagyták abba. Igen, igen, és ott álltunk percekig a színpadon. Úgy aztán kiabálni kezdtem, és úgy mondtam tovább a szöveget, de hát így volt. Ez az én ajándékom. És láttad, hogy tényleg igazad van abban, hogy az emberek igenis kíváncsiak. Igen. De tudom, te nagyon sok időt fordítasz arra, hogy nem csak műsorokat nézel, hanem színházba jársz kollégákat nézni, előadásokat nézni, ami azért valljuk be, manapság elég ritka. Hát most például egy olyan jött, hogy a Játékszínben lesz egy olyan előadás, amit szívesen megnéztem volna, de most az ünnepek előtt úgy vagyok, hogy nem akarok elkapni semmi olyat, mert dolgom van.
sűrűn vagyok most, ez a hónap nekem elég sűrű, és félek, hát ugye azért én könnyebben megfertőződöm, megkaphatok ezt-azt, mert hát a koromnál fogva, meg hát ha nem, akkor is lehet egy reggel, amikor már nem ébredek föl, bár az lenne a jobbik, mert erre vágyik mindenki, hogy úgy menjek el, mint a Tolnai Klári. Elaludt, és nem. De nem gondolsz ilyen rá? Nem akarok, nem. Nagyon sok szerep van. Nem foglalkozom ezzel, mert hát ez van, de hát ebben a korban ugye azért ez számít. De különben igen, szeretek menni, nézni, és akkor meglepetések érnek, amikor csodát látok. Igen, és annak hangot adok. Igen, mert hát el vagyok ragadtatva. Igen, én ez az egyik nagy erényem, ha szabad ilyet mondani, amiről szintén nem tehetek, mert ezt nem lehet tanulni. Ezzel vagy születik az ember, vagy az anyukája úgy nevelte, ahogy engem, hogy nem vagyok irigy. Na most a mi szakmánkon ez nagyon-nagyon nagy dolog. Mert a legjobb esetben is ott van egy picike kis... De soha életemben nem arra irigykedtem, aki játszotta a szerepemet, mondjuk. Hanem, hogy de játszanád. Az igazgatót tudtam volna lelőni. Vagy a rendezőt, hogy miért annak adta. Mert azon múlik. Azt akartam kérdezni, egyébként van benned valamiféle hiány a színházzal? Már nincs, mert az élet még ezzel is. És be tudom helyettesíteni, hogy azt nem kaptam meg, de egész életemben mindig azt mondtam, ha vágytam nagyon egy szerepre, nem kaptam meg, és akkor azt mondtam, azért nem kapom meg, mert én jobbat fogok kapni. És meg lett. És valahogy úgy jött ki a lépés, főleg az utóbbi időben, nem régen, amíg nem kaptam semmit se. Aztán túléltem. De mostanában nagyon sokszor előfordult, például a játékszínben volt egy ilyen, hogy a Vidám kísértetben mondták, Vári Éva játsza a... Igen. Mondhatom nyugodtan, mert jóban vagyunk, igen. És nem, nincs harag, szóval semmi akkor se volt. Csak tudtam, hogy az az őrült jósnő, a Madame Arcati, az én vagyok. Igen. Hát Vári Éva. Vári Éva kapott egy meghívást a Vígszínháztól, elment. Akkor fölkérték Lehocki Zsuzsát az Operett Színházból az Arcati szerepére. Elvállalt, illetve nem vállalta el, mert ott próbált valamit. Igen. Harmadszorra megkértek engem, hogy elvállalom-e. Mondtam el. A főpróbán, akkor még ott volt a Kristóf, a Németh Kristóf és a színháznál, Bank Tamás igazgató Németh Kristóf, bejöttek az öltözönbe, akkor még volt ott egy ágyunk, ma már nincs, leültek és bocsánatot kért mind a kettő. Mert hogy Madame Arcatit ennél jobban nem lehet eljátszani. Na most azóta, ugye ahányszor találkozom a Bank Tamással, a Kristóf már nincs ott, milyen voltam én a Madame Arcatiba? Kitűnő. De most már hányszor fogod még tőlem halálom? Addig kapni fogom. Addig fogom oda vetni. Mert ez valóban így volt. Akkor volt egy olyan a Madách, nem adtam vissza a szerepet, egyetlen egyszer adtam vissza. A Madách Színházban volt. Psota Irén játszotta a Nő a furgonban. A Huszti rendezte, imádtam a Husztival dolgozni, nagyon szeretem őt mind a mai napig, és hát az Irén egy nagy színésznő. De én magamban úgy éreztem, hogy én vagyok az a nő. De hát ez joga egy színésznek, hogy vágyik egy szerepre, és kaptam benne egy három mondatot szerepet, bementem szépen, pokedlisztem, és lüccadtam a szerepet. Mondtam, harag nincs. Na most, hát akkorát buktak, mint ide lacháza. Nem kívántam ilyet, de az Irén már nem jól hallott, kapott egy súgógépet. Plusz a súgó befeküdt a furgonba. Hát mindent megpróbáltak, és hát nem jött össze a dolog. 10 előadás se volt belőle. Évek teltek el. Karinti Színházban próbáltam egy musicalt. Fölhívnak, hogy a filmgyárban szinkron, Maggie Smith-t kell hát mondom, nagyon sajnálom, nem tudok menni, mert énekelek, táncolok, hát hogy ki vagyok. Hát ugye dolgom volt nagyon. Nem, megcsinálod, két nap alatt megcsinálod, isteni a nő. Hát na, azt tudom, hogy isteni a nő.
elvállaltam. Soha nem kérdezem meg, hogy mi a címe, és ahogy nézem, a második tekercsnél mondom, gyerekek, ez nem a nő a furgonban? De. Nem tudom neked elmondani azt, hogy ez mi átment bennem egy ilyen, hogy Istenem, mégis megkaptam a szerepet, ha nem is... Bevonzottad. Én, de úgy sajnos a tévében nem ment, hanem ez csak izém volt, tudod, amit árulnak, mi az, amin... DVD-n. És azért én azt megcsináltam, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon szép lett a film, hát csodálatos a színésznő. És aztán hát nekem ez egy nagy öröm volt. Láttam veled ugye nem egy beszélgetés, és az egyikben elmondtad, hogy amikor ti kikerültetek a főiskoláról, annak idején nagyon sok kétség és kérdés volt benned egyes szereplétre hozásában, hiszen féltél, hogy meg tudod-e csinálni, illetve a körülötted lévő nagy színészek, illetve rendezőknek lesz-e megfelelő partnere. És elmondtad abban a beszélgetésben, ma már hiányolod ezt a fiatalokból a kérdést, az, hogy kétségünk van magunk felé, a fiatal színészek, mekkora Ez nem tudom, én olyan sokáig csetlettem, botlottam, legalábbis úgy éreztem. És aztán olyan nagy-nagy öröm volt nekem, amikor egy siker lett. A Dorina volt az első szerepem a Tartüffben, Szendrő Józsefnél. Hát az fantasztikus élmény volt nekem, hogy aztán az egy nagy siker lett. Hogy én azt meg tudtam csinálni, de a következő darabnál ugyanúgy éreztem, hogy nem tudom eljátszani. Kétségek voltak. És mivel olyan karaktereket kaptam 20 évesen, amik hát Pikokné például, ugye, szóval ezek az idősebb szerepek, hát voltak kétségeim sokáig, sokat. Emlékszem, mikor a Mathilde von Zandét játszottam a Fizikusokban, Pécset, pupos orvosnőt, és mondom, igen, a Síkferinek, mondd meg, hogy miért én játszom mindig a süketet, a vakot, a bénát, a... Mert te vagy az a színésznő, aki ezt meg tudja csinálni. És ez adott nekem önbizalmat, de őrületesen nehéz volt azért. Szóval mit mondjak, 30 évesen játszani ezeket a szerepeket. Volt egy ominózus esetem ott, mondjuk Szolnokon voltunk, akkor megszűnt a színház, a Petőfi Színház, egyszerűen egyik napról a másikra bezárt. A Petőfi Színház az most a Váci utcában a... A Pesti Színház. Nem a Pesti. Mi a másik végén van, nem Váci utca, mi az? A Nemzetinek volt a Katona József Színház. Igen. Az volt a Nemzetinek a kamaraszínháza. De most mit kezdtem el mesélni? Ja, és megszűnt egyik napról a másikra, megszűnt a mi színházunk, a Petőfi Színház, megszűnt, és ott álltunk az utcán, leszerződtünk, Berényi Gábor volt az igazgató, Szolnokon rögtön leszerződtetett férjemmel együtt, és oda mentünk játszani. Mindjárt kaptam egy anyaszerepet, voltam 20-valahány éves, és egy színészházban laktunk, és a szobánkban volt egy vaskályha, és mentem haza a próbáról, és rettenetesen ki voltam borulva, leültem az ágyra, és nagyon sírtam. A férjem állt a kályhánál, és rakta rá a kokszot, és én panaszkodtam, zakogtam, és mondtam, hogy képzeld el, hogy kijöttem a színpadról, és jött velem szembe Berényi Gábornak a Hegedűs Ági volt a felesége, aki egy csodálatos színésznő volt, sajnos nagyon-nagyon korán meghalt, és a mamája jött velem szembe a folyosón, és azt mondta nekem, hogy milyen jó, neked nem is kell sminkelni. Pont Júli. Olyan vagy, mint ez az anyja. És akkor ezt mondtam, tudod, és közben sírtam, hát 28 éves igen voltam talán. És a férjem, ahogy rakta a kokszot a kályhába, azt mondta, de halál komolyan, édesem, mit csodálkozol ezen? Hát ez is csak egy rohadt anya. És tudod, rám jött egy ilyen őrület, de annyira elkezdtem nevetni, hogy a könnyeim folytak ugyancsak.
mert annyira igaz volt az, hogy igen, az ő lánya színésznő volt, és én szintén színésznő voltam, és ő úgy érezte, hogy most ad nekem egyet, egy oda mond egy. Mert akkor az ő lánya több lesz, vagy miért? Mert ki tudja ezt? Semmi, csodálatos színésznő volt az Ági, és ő volt az első Orbánné Magyarországon. Ott volt az ősbemutató Szolnokon, és a macskajátékban ő játszotta Orbánnét. Azt is háromszor játszottad a macskajátékot? Én háromszor játszottam, igen, három különböző rendezésben, és hát az életem egyik csúcsa volt, mondjuk csodája volt. Hát egyébként az csoda, az minden színésznőnek szerintem ajándék. Remélem, majd idővel egyszer én is valamelyiket eljátszottam. Most úgy tudom, hogy valaki föltette az internetre ezt az előadást, ami hát nem tökéletes, mert nagyon rosszak voltak a körülmények. A Földesi Margitnak volt ugye a tanodája, és ott csináltuk meg a macskajátékot Schubert Évával. Igen, és akkor majd akkor meg is nézem, belenézek. Az egy Varga Miki rendezte, egy édes fiú volt, aki most már ott hagyott minket, mert a játékszínben volt ő, aztán ügyelő, és most elment a Víg Színházba. Úgyhogy éppen ma váltottunk SMS-t, mert hogy a névnapja van, és... Igen. Mert Miklós nap van. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy így az ünnepek előtt üzen valamit a nézőknek ennyi évtizeddel, ilyen sok szeretettel, ilyen nagy rajongással? Én csak mindig azt üzenem a nézőknek és mindenkinek, minden embertársamnak, hogy legyenek belátóbbak, hogy egy picit enyhüljön a feszültség. Mert ha magunkból, muszáj, hogy magunkból, hogy mindenki saját magából induljon ki, mert a durvaságot semmi mással nem tudjuk legyőzni. Ez olyan kegyetlen világot élünk most, a nehézségek őrületesek. Nem szeretek huhogni, de még az elején vagyunk, és még most jön a java. Ja. És én már a pandémia alatt azt hittem, hogy ez hoz majd egy változást, de sajnos nem hozott. Rosszabb lett? Hogy igen. Uh-huh. Egyáltalán nem. Ugyanúgy taszigálják egymást a boltban. Ugyanúgy türelmetlenek. Undokságok vannak, gorombaságok vannak, rögtön fölkapják. Mindenki rögtön a plafonon van, ha egy parkolóhelyet elvesznek előle. Hát ezeknek nincs jelentőségük, mert ha arra gondolnak, hogy tőlünk pár kilométerre bombák zuhannak, víz nélkül, áram nélkül, fűtés nélkül csecsemőket raknak tisztába. Igen, akkor... Akkor gondoljanak bele, hogy minden pillanat ajándék, amit ebben a pokolban, ami itt van most. Így van. Mi itt élhetünk. Így van. De senkinek nem jut eszébe. Úgy szégyellem magam, hogyha kimondom azt valamire, hogy jaj, hát ez rettenetes. És akkor mindjárt el is szégyellem magam, hogy Erzsike, hát te szégyelled magad? Miért? Amikor a múltkor kivetted azt a ruhát, és nem emlékeztél rá, hogy van egy ilyen ruhád? Hát ezt tudod, mit? Hát elsüllyedek. És akkor most már pakolok és rakodok, hogy ezt odaadjam valakinek. Azt gondolom, hogy azért belőled nagyon sok példát lehet meríteni az élet igenrésre, és az energiára, és a pozitívumokra. Mert muszáj, hogy magunkból induljunk ki, hát más nem fog megváltoztatni. Tudod, van csak az... hogyha én akarom, hogy igen, akkor adjam oda. Ami 2-3 évig nem volt rajtam, az már nem lesz többet rajta, nem is jön rá. Ez igazad, igazad. Tudod, van az a mondás, hogy inkább háromszor egy alma, mint tabletta, mint gyógyszer. Én meg mindenkinek azt mondom, hogy inkább háromszor egy Pásztor Erzsi, mint vitamin tabletta. Legyen ez a zárszó, én még napokig elhallgatnálak. Aztán majd a színházban úgy is tudom, hogy sztorizni fogsz nekünk egy jót. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy velünk voltál. Remélem, hogy még jössz hozzánk, és aztán elmeséled a csodálatosabbnál csodálatosabb történeteidet. Köszönöm én is, hogy itt voltam, és mindenkinek szép jövőt kívánok. Köszönjük szépen. Kedves nőzénk, ez volt a művészbejáró. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!